Az Oromi kihelyezett iskola több mint 25 ezer négyzetméter zöld felülettel rendelkezik. Füves focipálya, röplabdapálya, az iskolai épület előtti park és az udvar. Mind olyan terület, amelyet áprilistól októberig karban kell tartani. Most ez egy kivételes alkalom, hogy egy olyan eszközt vásároltunk, ami a külső területek rendbetartásához szükséges, de hát hogyha itt körbenézünk Ormon, akkor az Oromi iskola épülete az egyike azon keves épületeinknek, amit ekkora nagy zöld felület vesz körbe, tehát valóban a gyerekek, amikor kijönnek szünetre, vagy eljönnek tornaórára, akkor olyan, mintha egy parkba mennének. Az Oromi Arany János Általános Iskolában jelenleg 208 tanuló jár. A diákok sok időt töltenek a szabadban. Egy ilyen hármas összefogásnak az eredménye lett ez a fűnyíró, aminek az értéke 3000 eurónyi ebben a pillanatban, és hát tényleg ennek az összefogásnak köszönhető, hogy ezt meg tudtuk vásárolni. Az Oromi az egy kihelyezett tagozat, azonban ez a terület rendelkezik a legnagyobb zöldövezettel, így aztán az iskolai események zömét itt tartjuk meg, ahol összegyűlik iskolánk minden tanulója. Az iskolában a digitalizáció és a fűtés korszerűsítése lenne a legfontosabb teendő. Ezekre a beruházásokra már elköltöttek 300 ezer dinárt. A megvásárolt fűnyíró traktorral a település köztereit is rendezik majd.